így nézett ki a terem az akváriumban a koncert kezdés előtt. A piros háttér már ismerős lehet, most arra szolgált, hogy az akusztikus részt elválassza a hangostól. A hátsó háttér pedig az Azt beszéljük a városban klipből lehet ismerős. Itt a zenekart látjátok, ahogy a függöny mögött rejtőzködnek és készülnek az estére. Itt pedig a szerény 30 dalból álló dallista, ami terjedelmét tekintve akár egy életmű koncertre is elegendő volna. Itt pedig már azt látjátok, hogy próbálok beleférni a tavalyi ruháimba. A félelem nem hiába való, a beigliket azért én sem vetettem meg az ünnepek alatt, de valahogy azért mégiscsak sikerült. Természetesen a leggicsesebb kiegészítők most sem maradhattak otthon. Itt pedig már azt látjátok, ahogy Izsákkal gyorsan átjátszok a szettet. Itt pedig már a színpadon, nagyon régóta vártunk erre, úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy láthattam a sok ismerős és persze rengeteg új arcot is. Izsákkal abban maradtunk, hogy az első felvonás ülős lesz, talán ez volt a legnehezebb az egészbe. Kíváncsi is voltam, hogy melyikünk bírja tovább ülve. Itt pedig már ismét az öltözőben vagyunk, nézem, hogy mi ez a felhajtás itt. Itt pedig már az úgynevezett aggomb előtt állok, ami a függöny ejtésére szolgál, és hát nyilván az irányítás mániám nem engedt, hogy másra hagyjam ezt a remek feladatot. Velmi lenne, velmi lesz a...